Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió délutáni híradója, nevem Mess Attila. Ma május 14-e van, a Bonifácok ünneplik nevük napját. 77 éve született George Lucas, producer, író, rendező, a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek alkotója. 23 esztendeje elhunyt Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas olasz származású, amerikai énekes, színész, becenevén a hang. 113 éve útjára indult az első utasszállító repülő, és 66 éve írták alá a Varsói szerződést. Érkezzenek most a nap kiemelt hírei címszavakban. Enyhítésekről döntött ma a szerbiai válságstáb, megállapították, javul a járványhelyzet. Kevesebb új fertőzöttet regisztráltak Szerbiában tegnaphoz képest. A külhoni magyarok is felváltik hamarosan Magyarországon a vakcinát, jelentette be Orbán Viktor. 50 éves jubileumot ünnepelte a Pacséri Mósa Piade általános iskola. 80%-kal drágult a szigetelőanyag éveleje óta Szerbiában. A rendkívüliből Szerbia átlépett a bizonytalan járványügyi helyzetbe. Ezt jelentette be Zoran Gojkovics tartományi egészségügyi titkár a válságstáb mai ülése után. Az illetékesek elemezték a helyzetet és újabb intézkedéseket javasoltak a szerb kormánynak. Elmondta, a járványhelyzet nem romlott az ünnepek után, két héttel ez pedig bizakodásra ad okot, ennek eredményeként pedig újabb enyhítésekről döntöttek. A fodrászatokra kevésbé szigorú intézkedések vonatkoznak, ezentúl négy négyzetmétert kell számolniuk egyben tartózkodó személy esetében. Továbbá szakmai rendezvények megtartására is lehetőség lesz 100 főig, a szabályok szigorú betartása mellett, mondta az egészségügyi titkár. Kölkövics elmondta, amennyiben tovább javul a helyzet és a vakcináció is jól halad, június 21-től nagyobb összejövetelek is tarthatóak lesznek az országban. Ehhez az is kell, hogy a felnőtt lakosság legalább fele felvegye az oltást, tette hozzá. Közel 5800 polgár kapta meg az első adag védőoltást a koronavírus ellen Magyar-Kanizsa községben, 4100 lakos pedig már a második dózist is felvette. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt lakosság 34%-a legalább egy adag oltóanyagot már kapott. Az oltakozás folyamatos, a hét szinte minden napján oltanak a Tiszaparti községben. A Magyar-Kanizsai Egészségházban továbbra is nagy az érdeklődés a koronavírus elleni védőoltások iránt. A délelőtt folyamán a Pfizer által gyártott védőoltás első és második adagját vehették fel a helyiek. A Pfizernek a második dózisát. Tehát akkor az elsőt már megkapta, igen. Az első alkalmával érzette valamilyen különösebb fájdalmat, vagy tapasztalta valami mellékhatást? Karomba egy kicsi izomfájdalom, de semmi más. Egyébként a környezetében mennyire népszerű a vakcina fölvétele? Hát elég sok ismerősen fölvette, sőt, mondhatom, hogy jóformán mindenki. A magyar-kanizsai Bata Viktor nem sokat tétovázott, hogy felvegye a vakcinát, környezetében is többen így döntöttek. Az utazás véget szeretném felvenni a vakcinát. Melyik fajta védőoltás hanyadik dózisát veszed ma föl? A Pfizer második dózisát veszem ma föl. Tapasztaltál-e valamilyen mellékhatást, amikor felvetted az első adag vakcinát? Nem tapasztaltam semmit. Magyar-Kanizsa községben a legnagyobb érdeklődés a kínai Sinopharm oltása iránt van, azonban ez most jelenleg nem elérhető a Tiszaparti községben. Mondhatjuk, hogy az igény a szabad védőoltásán megnövekedett, mivel hogy új szabályzat lépett életbe, tehát 16-tól 18 éves korig a fiatalkorúak is felvetik, és itt a határ mentén ez egy nagy érdeklődéssel jár, mivel hogy sok tanuló, tehát középiskolás tanuló Magyarországon tanul, ott nem vehetik fel a védőoltást, és itt veszik fel nálunk a védőoltást, illetve a kettős állampolgárok és a várandós és szoptatós asszonyok is igénylik most már a védőoltást. Az oltóponton való oltással párhuzamosan a terepi oltás is folyamatos. A hét folyamán 45 házi látogatás keretében kaphatták meg olyanok a védőoltást, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak bemenni az oltópontra. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.rs Legyen újra régi az élet!
Regisztráljon még ma az EU-Praván. De megteheti a 0800 222 334-es telefonszámon, reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Egyre több fiatal veszi fel a védőoltást egészségük megőrzése mellett. A pénzügyi támogatás és a felvillanó utazási lehetőségek is motiválják őket. Dr. Bagi Bolyán, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnöke közügyek című műsorunkban arról is beszélt. Még mindig sok a téves információ az oltással kapcsolatban, de a beoltottak számának növekedésével enyhül a nyomás az egészségügyi rendszeren. Biztos vagyok benne, hogy egész Szerbiában, a Vajdaságban is az egészségügyi rendszer vissza fog állni lassan a normál kerékvágásba, és elkezdődnek azoknak a nem sürgős betegségeknek az ellátása, és a betegeknek az ellátása és a kezelése is, akik eddig vártak. Van, aki több mint egy évet is várt, hogy műtétre kerüljön, vagy valamely vizsgálatot elvégezzék. Igaz, hogy eddig is lassabban, de mindenki, akinek szüksége volt egészségügyi ellátásra, el tudott jutni az egészségügyi ellátást, az egészségügyi ellátáshoz az állami egészségügyi szférán keresztül. Kevesebb új fertőzöttet regisztráltak Szerbiában tegnaphoz képest, ugyanakkor emelkedett azok száma, akik lélegeztetőgépre szorulnak. Ez derül ki a délutáni adatokból. 12.514 tesztből 787 volt pozitív és elhunyt, további 17 személy, így a vírus szövődményeibe tavasz óta 6.646-an haltak meg hivatalosan. Kórházban országszerte 3.047-en vannak, 101 személy mesterséges lélegeztetőgépre szorul. Megnyílik a turista szezon Görögországban, megfelelő feltételek mellett engedélyezett a turisták beutazása az országba. Az országban egyébként holnaptól számos járványügyi intézkedést enyhítenek is. A szerbiai turisták a vakcinációról szóló igazolással léphetnek be az országba, ugyanakkor csak abban az esetben, ha a második dózis után eltelt 14 nap. A görögök elismerik a kínai, valamint az orosz oltóanyagot is. 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt is elegendő az átkeléshez. Antigén tesztet viszont nem fogadnak el a határon. Jelezni kell az illetékes hatóságoknál, felügyelőszerveknél, ha a Szerbiában kiállított oltási igazolással rendelkezőket nem engedik be a magyarországi vendéglátóipari egységek valamelyikébe. Egyebek mellett erről beszélt Pintér Attila közügyek című hírháttérműsorunk vendégeként. Magyarország belgrádi nagykövete hangsúlyozta, egy vendéglátóipari egység sem tehet ilyen kivételt senkivel Magyarországon. A magyar kormányhatározat az mindenkire egységesen vonatkozik, tehát nekem az a javaslatom, hogy ha bárki ilyen problémával találkozik, minden egyes vendéglátóipari üzemegységnek megvan a felügyelő szerve, akkor én javaslom, hogy ott tegyenek panaszt. Szép eredménynek mondható, hogy az Európai Unióban átoltottság tekintetében Magyarország az első helyen áll, de nem szabad elfelejteni, hogy emberéletekről van szó, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A magyar miniszterelnök köszönetet mondott a fiataloknak, akiknek mintegy fele annak ellenére regisztrált az oltásra, hogy ők a kevésbé veszélyeztetett korosztályba tartoznak. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a külhoni magyarok is felvehetik Magyarországon a vakcinát. Jövő héttől már ők is regisztrálhatnak az oltásra, mondta. Ott tartunk, hogy hétfőtől szeretnénk arra biztatni a Magyarország területén kívül élő magyarokat, hogy regisztráljanak. Tehát ha valaki a világ bármely pontján, Tűzföldtől vagy Patagóniától Csíkszeredáig szeretné beoltatni magát, de ott, ahol él, nem tudja, vagy jobban bízik Magyarországban, akkor jöjjön ide hozzánk, regisztráljon az erre a célra kijelölt felületen, informatikai felületen, időpontot és helyszínt fog kapni, ide jön és megkapja az oltását. Magyarországon újabb 1190 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést, és elhunyt 71 beteg. Kórházban 2612 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 338-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már 4.483.000, közülük több mint 2.626.000-en a második oltást is megkapták.
fél évszázada adták át a pacséri Mósapiadi általános iskola épületét, a több mint 140 diákkal rendelkező tanintézmény ennek alkalmából tartott ünnepi műsort. Egyenruhában várták a meghívottakat a pacséri Mósapiadi általános iskola diákjai az épület előtt. Gratulálok magának a kerekéfordulóhoz. Méhészkei Kis Gizella, az iskola igazgatója elmondta, nagy öröm számára, hogy teltházas közönség előtt ünnepelhették az iskola épületének 50. évfordulóját. 50. évét ünnepli az iskolánknak az épülete, ugye, mert ő volt az első közös iskola, ahol szerbül is magyarul folyt a tanítás. Hát nagyon jó érzés, hogy iskolánk még mindig ilyen szép állapotban van, hogy az utóbbi években éppen az évfordulóra sikerült már nagyon szépen felújítanunk. Az igazgató hozzátette, jelenleg felújítás alatt áll a tornaterem tető szerkezete, jövőre pedig az iskola ablakait szeretnék kicserélni. Fremond Árpád is ebbe az iskolába járt, és itt is tanított. A Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Községi Szervezetének elnöke elmondta, bízik abban, hogy az iskola továbbiakban is a fejlődés útján jár majd. Abban bízom, hogy az elkövetkezendő időszakban mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy független attól, hogy mennyire kevesebb a diák, hogy megőrizzük ennek az iskolának a szellemét, megőrizzük ezt az iskolát. Nagyon sok pénzt az elmúlt időszakban különböző szintekről megpróbáltunk befektetni ebbe az intézménybe. Az ünnepségen az iskola mostani és volt diákjai és tanára is egyaránt felléptek. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, nagy öröm volt számára találkozni azokkal a nyugdíjas tanárokkal, akik eljöttek megünnepelni azt az 50 évet, ami az ő munkájuk eredménye. Az a film, ami a iskolának az elmúlt 50 évéről szól, pontosan azt bizonyítja, hogy úgy tudnak egymás mellett élni különböző felekezethez tartozók, úgy tudnak egymás mellett élni, egymással együtt élni különböző nemzetiségűek, hogy mindannyian megőrzik a saját identitásukat, hogy a különbözőség az erősíti egyik a másikát, és hogy kibontakoztatja ennek az egész térségnek, a térség lakóinak a teljes tehetségét. Az eseményen emléklapokat is osztottak azoknak a személyeknek, akik közreműködése nélkül nem tartana ott az intézmény, ahol most van. 300 tűzoltó kiképzésére írt ki pályázatot a szerb belügyi tárca. Az érdeklődők 19-től 30 éves korig pályázhatnak az oltási és mentési zászlóalj szakmai kiképzésére. Szabadkára 9 szemét, 3-at a topjai és a bácskosútfalvi hivatásos egységekhez, valamint Kishegyesre szintén 3 jelentkezőt várnak. A kiképzésre 2-s állampolgárok is jelentkezhetnek. Úszlovi, de minek a konkurisza? На ovom конкурсу su sljedeći. Znači mora imati državljanstvo Republike Srbije, mora imati najmanje godinu dana prebivalište za tu organizaciju jedinicu za koju konkuriše, zatim da ima važeću nacionalnu dozvolu te kategorije za upravljanje tim motornim vozilima, da ne postoje bezbednosne neke smetnje za prijem za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova, završenje u srednju školu i posebne neke uslove vezane za zdravstvene, psihofizičke sposobnosti radnika. Jelentősen megdrágult a szigetelőanyag Szerbiában, évejjel óta folyamatosan emelkednek az árak, ennek eredményeként pedig csökkent a kereslet is. Hamarosan egyébként majd állami támogatásra is lehet számítani a házak szigetelése kapcsán, ez várhatóan hatással lesz az árakra is. Az év eleje óta jelentős drágulás tapasztalható az építészeti szigetelőanyagok árában. A ragasztóanyagok például 20%-kal, a homlokzati hálók 40%-kal, a sztiropor pedig akár 80%-kal is drágább lett. Ez kihat az eladásokra is, de a munkavégzés árára is. Új év óta volt egy pár drágulás, nagyjából a 40-50%-ig fölmentek az árak. Azóta még le is esett a kereset, úgyhogy ez a nagyjából tapasztalat. Mesterek is, így az egyszerű vevők is, emberek, ők is, hát nem nagyon viszik, mondhatom, hogy majdnem, hogy még állt. A legkelendőbbnek számító 5 cm vastagságú polisztirol hablemez ára például a tavalyi év végén még 170 dinár volt, most pedig 270 dinár.
Az emelkedés minden gyártó termékeire vonatkozik. Az okok közé sorolják a kőolaj árának emelkedését, nem csak a szállítás, hanem az előállítás miatt is, ugyanis számos termék alapanyagát képezi. Az építőanyagok árának növekedésével az építkezések költségei is emelkednek. Utiče vrlo i na dinamiku radova, sve mora mnogo više unapred da se ugovori, da se uplati, da bi se ispoštovali rokovi, da bi se materijal isporučio, obezbedio na vreme, a utiče samim tim i na cenu izgradnje i na sve što prati gradnju. A drágulás várhatóan kihat majd az ingatlan árakra is. Az árak fél éve folyamatosan emelkednek, nem csak a szigetelő, hanem általában minden építőanyag esetében. I gvožđe je poskupilo 60%, znači blokovi, znači opekarski proizvodi. Apsolutno, znači niko vam ne može da garantuje cenu duže od 7 dana. Znači malte ne na mesečnom nivou, sav repromaterijal podiže se cena. Az energetikai minisztérium egyébként pályázatot ír majd ki épületek szigetelésére. A tervek szerint a költségek felét az állam és a helyi önkormányzat állja, míg a másik felét a tulajdonos. Az első szerződések megkötése őszre várható, addig pedig tovább módosulhatnak az árak. Idén is az állam költségén mehetnek rehabilitációra gyógyfürdőbe a szerbiai nyugdíjasok, tájékoztatta a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap. Azok a személyek jogosultak a 10 napos ingyenes rehabilitációra gyógyfürdőkben és egészségügyi intézményekben, akik öregségi, rokkant vagy családi nyugdíjat kapnak, Szerbia területén lakhellyel rendelkeznek, és a nyugdíjuk nem haladja meg a 29.378 dinárt. Mindenki jelentkezhet, akinek a nyugdíján kívül nincs más jövedelme. A jelentkezéseket május 14-e és május 31-e között lehet benyújtani a nyugdíjas egyesületeknél és az alap fiók intézeteiben, ahol az illető lakhelye van. Magyar siker a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen, mondjuk a részleteket egyéb információk mellett. Lemezbemutató koncertet tartotta a Juhász zenekar tegnap este a Palicsi Rigadóban. Folytatódik a felhős csapadékos időjárás Vajdaság területén, tájékoztatnak a meteorológusok. Mindjárt megyünk tovább a részletekkel, előbb azonban halljuk, mi lesz ma a közügyekben. Kozma Zoli, tessék teljes. Jó estét kívánok, szervusz Attila! Ha péntek, akkor az önök kérdései következnek a koronavírussal és a védőoltásokkal kapcsolatban. Ma is sokakat érintő információk érkeznek. A stúdióba várjuk dr. Bohucki Nebojsa, a járványügyi szakorvost. És egy igazi sikertörténet is lesz a közügyekben. A szabadkai Múdrics Andreát láttuk délután vendégül a stúdiónkban. A kerekesszékes nő hamarosan a Távol-Keletre utazik. A műtét után, ha minden jól megy, akkor ismét saját lábára állhat. Emellett szó lesz még a műsorban arról is, hogy mikor nyithatják meg a kishatárokat, és további témákkal is várjuk Önöket a közügyekben. Köszönjük szépen, érdemes lesz ma is maradni. Júliustól Szlovénia lesz az Európai Uniós soros elnöke, az ország pedig támogatja Szerbiát az Európai úton. Ezt jelentette ki Alekszandar Vučić szerb elnök, miután Borut Pahor szlovén elnököt fogadta Belgrádban. A szlovén elnök kijelentette, országa érdeke az, hogy a nyugat-balkáni államok minél hamarabb az EU teljes jogú tagjai legyenek. A felek megállapították, hogy a két ország közötti árucsere forgalom jelentősen növekedett az elmúlt 10 évben, ugyanakkor arra törekednek, hogy még több területen megtalálják az együttműködési lehetőségeket. A felek a régió helyzetét érintő kérdéseken kívül érintették a Belgrád-Pristina párbeszéd folyamatát is. Csütörtök éjjel is folytatódott a rakétaháború Izrael és a gázai övezet iszlamista szervezetei között, jelentette a helyi média. Tegnap este óta 190 rakétát lőttek ki a gázai övezetből Izrael felé, közülük 30 még az övezet területén ért földet. 3 rakétát lőttek ki Libanonból és Izrael irányába, mindhárom a tengerbe esett. A gázai övezetben 100 fölött van a támadások halálos áldozatainak a száma, és 600-nál többen sebesültek meg, míg Izraelben 7-en vesztették életüket.
Izrael és a gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között hétfőn kezdődött rakétaháború, miután Jeruzsálemben összecsapások voltak a palesztinok és az izraeli biztonságiak között az Al-Aqsa mecsetnél. Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy csütörtök éjjel izraeli egységek mintegy 1000 lövedéket indítottak a gázai övezet felé repülőgépekről, ágyukból és harckocsikról. 6 légibázisról 160 repülőgéppel kezdtek összehangolt támadást éjfél után, amelyben 35 perc alatt 150 célpontra 450 rakétát lőttek ki. Ezen az éjjelen is számos alkalommal védett helyre, óvó helyre kellett sietniük az Izrael déli és középső részén élőknek, és sokan elsősorban a gázai övezet szomszédságában elhelyezkedő óvó helyeken töltötték az egész éjszakát. Többen életüket vesztették, miközben az óvó helyekre menekültek. Nem csak a rakétatámadásoktól volt hangos több izraeli város, országszerte zajlottak összecsapások zsidó és arab csoportok között. Lódban a kijárási tilalom ellenére 2 zsidó férfi sebesült meg, akikre arab fegyveresek lőttek rá. A rendfenntartók 8 gyanúsítottat fogtak el a zavargásokban, és a későbbiekben is további letartóztatások várhatók. A főváros Tel Aviv környékén, Haifán és a Negev sivatagban is többen megsérültek az összecsapások következtében. A járványhelyzet javulásával a tervek szerint szeptemberben megrendezhetik a mezőgazdasági vásárt az Újvidéki Vásár épületében, de addig is május 18-a és 21-e között online mezőgazdasági napokat tartanak az expoonline.rs weboldalon, tájékoztatnak a szervezők. Az esemény ingyenes, nem szükséges előzőleg bejelentkezni csak abban az esetben, ha valaki szeretne részt venni a nyereményjátékon, ahol egy traktort lehet nyerni. S obzirom na to da u maju i sada još uvijek nismo u prilici da organizujemo poljoprivredni sajam na način na koji bismo to željeli, ideju da ga organizujemo onako kako je izgledao do sada, možemo da ostvarimo u septembru. To je nešto o čemu razmišljamo i čemu stremimo i nadamo se boljoj epidemiološkoj situaciji. No, dok se sve to ne desi, 4 dana poljoprivrede od 18. do 21. maja bit će posvećena pre svega subvencijama. Egyházaskér határában mintegy 30 hektáron termesztenek fokhagymát. A termés hozamot az alkalmazott termesztés technológia, valamint az időjárás alakítja. Az idei eddig időjárás nem igazán kedvezett, a gazdák ennek ellenére bíznak a bőséges termésben. Hektáronkénti 6 tonnás hozamra számítanak. A messze földön híres egyházaskéri fokhagymát sem kímélte, az idei viszontagságos téli-tavaszi időjárás. A fagyok miatt nagyjából egy hónapos lemaradásban van a tavaszi fokhagyma érése. Fele akkora jelenleg most a fokhagyma, mint amekkora kellene, hogy legyen. Elméljük, hogy ez a minősége és a mennyisége nem tud majd kihatni, de próbáljuk ezt időbe orvosolni, időbe elkezdeni az öntözését. A Verbicai Tavaszi Fokhagyma Egyesület több módon is segítséget kíván nyújtani a helyi termelőknek. A mi szervezetünk úgy tudja segíteni a fokhagyma termelőket, hogy előkészítünk lehetőséget, hogy eladásra előkészítünk lehetőségeket. Az azt jelenti, hogy az fokhagyma értékét fölemeljük, és úgy adjuk el, mint Verbicai fokhagymát, ami le van szertifikálva. Mindezt megelőzően fontos odafigyelni a növény termesztésére, ugyanis a fokhagymát rengeteg kártevő és betegség támadhatja meg, mint például a hagyma peronoszpóra. Magának a fertőzésnek a terjedésének kedvez a meleg és csapadékos időjárás. A betegségnél, amit a védekezésről tudni kell, az a legfontosabb, hogy a megelőző intézkedéseket elvégezzük. Itt gondolok a minimum 3-4 éves vetésforgó betartására. Fontos, hogy egészséges szaporítóanyagot ültessünk, valamint, hogy a növényi maradványokat a talajba forgassuk. A tavaszi fokhagyma termésképződése, a fő tápanyag felvételi időszaka június hónap. Lemez bemutató koncertet tartotta a Juhász zenekar tegnap este a Palicsi Vigadóban. A Tudom én már című lemez már a harmadik gyerekeknek szóló lemezük, és a következő napokban Vajdaság több településén is bemutatják. A koncertet a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ szervezésében láthatta a közösség.
megtelt a palicsi vigadó vidám zenekedvelő gyerekekkel és felnőttekkel. Jurity Andrea 4 éves kislányával érkezett a koncertre. Mint mondja, a családban nagyon szeretik a népzenét, és a kis Anna már néptáncra is jár. Nagyon szeretném, hogy a kislányom is ezt megtapasztalja, ezt az élményt, amit nyújt nekünk a népzene. Nagyon szeretném, hogy megtanulná a kultúrát, ugye megtanulná a népi hagyományainkat, és ezt majd ő is tovább vigye a gyermekeinek. A gyerekek izgatottan várták a koncertet. Van-e valamilyen kedvenc dalod, amit szívesen énekelgetsz otthon? Járok balettra, de szeretem a néptáncot is. Kíváncsi vagy erre koncertre? Egy picit. A lemezen és a koncerten is több mint 10 hangszer szólal meg. Vonós, pengetős, fúvós és ütős hangszerek. A zeneszámokat összekötő történetet pedig Virág György, a Zentai Magyar Kamara Színház színésze mondja el. Egy történetet mesél el ez a lemez, amely arról szól, hogy a bácskai puszta közepén egy juhászlegény legeltet, majd aztán úgy gondolja, hogy több dolga van a világban, mint ami itt adatik neki, és elmegy szerencsét próbálni. Így jut el például Kecskemétre, szabólegényként, katonaként Budapestre, suszterinasként Pozsonyba, boltosként Debrecenbe, halászként Szegedre, majd végül visszatér zenészként a horgosi csárdába, ide Vajdaságba. A lemezt több vajdasági településen is bemutatják. Egyebek között szombaton a Szabadkai Népkörben, 21-én pedig Zentán és Bács-Fekete-hegyen is. Elaltatták Norbit, a budapesti állatkert szibériai tigrisét, a magyar fővárosi állatkert nagymacskájának időskora és hosszú ideje tartó gyógyíthatatlan betegsége miatt kellett az örök vadászmezőkre távoznia, áll a fővárosi állat és növénykert tájékoztatójában. Norbi 2003. március 15-én született a hannoveri állatkertben, és 2004. november 18-a óta élt Budapesten párjával, Nívával. Összesen 5 kölykük született a tigrisek. A természetben átlagosan 8-12 évig élnek az állatkertekben tovább, de a 18 év már az állatkerti tigriseknél is tekintélyes kornak számít. Holnap is borús, felhős lesz az ég, Vajdaságban több helyen eshet is az eső. Mérsékelt marad a légmozgás. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul, késő este pedig akár 10 fokra is lehűlhet a levegő. Vasárnap is hasonló időjárásra számíthatunk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a hőmérő higanyszála 21 és 11 fok között ingázik majd. Egyébként Szerbiában citromsárga riasztás van érvényben, ugyanis rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat. A TSC csapata 3-0-ra győzte le a Radnik Surdulicát, ezek a friss hírek. Bővebben erről a témáról majd 8 órai híradásunkban. Walter Attila az összetett élére állt a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen a világ második legrangosabb 3 hetes viadalán. A 22 éves magyar biciklista 12. helyen ért célba a 160 kilométeres hegyi szakaszon, de az összetettben a csütörtöki etáp kezdetén még előtte álló mindhárom versenyzőt megelőzte, így a legjobb fiatal kerekesnek járó fehér mellé megszerezte az éllovast megillető legendás rózsaszín trikót. Magyar versenyző még soha nem viselt élen állónak járó dresszt 3 hetes viadalon. Walternek a 7. szakaszon jó esélye lehet megőrizni a rózsaszín és fehér trikót is, mivel pénteken sík etáp vár a mezőnyre, amely ha sprintbefutót hoz, akkor minden bizonnyal nem változik az összetett élcsoportja. A mezőny másik magyar tagja, Dina Márton 22 óra 06 perc hátránnyal 98. lett, összetettben pedig a 87. helyen áll. Eddig tartott hírműsorunk, érkezzenek még egyszer a híradó fő témái röviden. Enyhítésekről döntött ma a szerbiai válságstáb, megállapították, javul a járványhelyzet.
Kevesebb új fertőzöttet regisztráltak Szerbiában tegnaphoz képest. A külhoni magyarok is felváltik hamarosan Magyarországon a vakcinát, jelentette be Orbán Viktor. 50 éves jubileumot ünnepelte a Pacséri Mósa Piade általános iskola. 80%-kal drágult a szigetelőanyag éveleje óta Szerbiában. Megköszönöm figyelmüket, de ne távozzanak a képernyők elől. Kozma Zoltán kollégám következik, és a közügyek.